Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Új Mezőgazdasági Magazin legfrissebb adását látják, hallják, benne információk, újdonságok, érdekességek a mezőgazdaság házatájáról. Kérem, tartsanak velem az elkövetkezendő 30 percben. Szélsőségek szorításában. Ez a motto állt a Kite ZRT repce és őszi kalászos technológiai és fajta bemutatójának középpontjában. A nádudvari rendezvényre ezúttal is nagyon sokan voltak kíváncsiak. Azt tapasztaljuk az utóbbi években, hogy egyre nagyobb szélsőségeket élünk meg a szántóföldi növénytermesztésben, a mezőgazdaságban, és gyakorlatilag úgy próbáltuk meg ezt a bemutató, szántóföldi bemutatót összeállítani, hogy válaszokat adjunk ezekre a szélsőségre, ezekre a kihívásokra. Ilyen körülmények között hogy lehet a legfontosabb szántóföldi kultúráinkat, így amit most ma megmutattunk, a repce, kalászosok, kukorica, napraforgó, szója, cirok kultúrákban, ilyen szélsőséges időjárási körülmények között, hogy lehet mégis kimagasló termés eredményeket elérni. Ennek gyakorlatilag egy nagyon komplett technológia, egy átgondolt technológia az alapja. Ez amelyen indul ugye az ősszel az alapműveléstől, majd ezt követően a vetés technológia, ezt követően a különböző egyéb beavatkozások, növényápolás során át, majd befejeződik nyilván a betakarítással. Ha ez jó át van gondolva, van egy feszessége, ugyanakkor biztosít egy rugalmasságot is, akkor ezekkel a technológiákkal sikert lehet elérni. A rendezvényen elhangzott, hogy a vetőmagok kiválasztása és minősége nagyon fontos abból a szempontból is, hogy minél jobban felkészüljünk a szélsőséges időjárásra. Egy optimális keléssel és gyökérfejlődéssel ugyanis ellenállóbbá válik a növény a kihívásokkal szemben. A vetőmagok a növénytermesztés szempontjából az egyik alappillér a megfelelő és eredményes munka elvégzése érdekében, a megfelelő genetika, a megfelelő fajta hibrid kiválasztása. De ez még mindig csak egy első lépés azért, hogy tudjuk kezelni ezeket a szélsőséges viszonyokat. A másik nagyon fontos faktor, különösen a vetőmag esetében, a vetőmagnak a minősége. Jó minőségű vetőmag homogén állományt tud eredményezni. Ilyen szempontból a Kite úgy készült fel erre, és már évek óta ezt a küldetést folytatja igazából a magyar piacon. Saját maga állít elő vetőmagokat, szerelteti ki a vetőmagüzemekben, és ott a hagyományos régi paraméterek figyelembevételével kalibrálja, méret szerint osztályozza a vetőmagokat, hogy végeredményét tekintve tényleg egy homogén állomány alakuljon ki, egy egyöntetű robbanásszerű kelést tudjon biztosítani a cég által ajánlott technológiai elemek használatával együtt. A szélsőséges körülmények miatt egyre nagyobb szükség van az öntözésre. Hazánkban azonban erre még nagyon kevés szántóföldi területen, összesen 100 000 hektáron van lehetőség. A Kite az elmúlt évtizedekben nagy tapasztalatra tett szert az öntözés területén. Kínálatukban számos technológiai megoldás található. A portfólióban ugyanúgy szerepelnek a mikroöntözősi termékek, a csepegtetők, a szórófejek, a mikroszórófejek, mint az öntöző dobok a vízágyúkkal, amelyek a mobil megoldást adják, de a csúcs technológia az az itt látható és az itt bemutatott szántóföldi gépesített öntözés a lineárokkal és a körforgó berendezésekkel, amelyeknek a munkaigénye, energiaigénye alacsony, és akár távirányítással, távellenőrzéssel is üzemeltethetőek. Az öntözés egyik legkönnyebben megtérülő beruházás. Egyrészt nagyon hosszú távú, hiszen az öntöző berendezések, mint ezek is, amiket itt bemutattunk, legalább 30 éves élettartamra tervezettek. Tehát aki elkötelezi magát egyszer egy öntözősi mód mellett, megépít egy öntöző telepet, az előre gondolkodjon és le 30 éves távlatban gondolkodjon. A megtérülése nagyon változó lehet attól függően, hogy milyen tábladottságok vannak, milyen minőségű területeken gazdálkodik az illető és mit termel. A nagymagú zöldségekben nagyon gyors megtérülés is elképzelhető, 3-4 éven belül meg tud térülni egy öntözési beruházás. Ha valaki árukukoricát termel, vagy egyszerűbb növényeket öntöz, akkor ez egy kicsit hosszabb idő lehet, de 10 évnél semmiképpen nem hosszabb. A szélsőséges időjárás a betakarítást is érinti. Mivel erre is egyre kevesebb idő áll a gazdák rendelkezésére, ezért nem mindegy, hogy milyen teljesítményű gépekkel dolgoznak. A betakarítási időablak folyamatosan csökken, a szélsőséges időjárási körülmények miatt egyre gyorsabban szeretnénk elvégezni a betakarítást, és jó minőségben szeretnénk ezt elvégezni. Ehhez szükségünk van egy nagyon jó minőségű gépre, ami üzembiztos, és jól van beállítva, tehát a gép kihasználtsága megfelelő. Ezt különböző rendszerek teszik lehetővé, olyan automatizált rendszerek állnak rendelkezésre,
amelyek a gépkezelő munkáját tudják segíteni, egyszerűbben be tudja a gépet állítani, és nagyobb teljesítményt tud elérni, több hektárt fog betakarítani, valamint fontos az üzembiztonság kérdése is, erre pedig a mi válaszunk, hogy olyan rendszerek állnak rendelkezésre, amelyek előre tudják valamilyen szinten jelezni azt, hogy a gép nem megfelelően üzemel, illetve ha a gép nem megfelelően van beállítva, akkor azt is tudjuk látni, és ezt akár a tél folyamán kielemezve tudjuk megváltoztatni, és a következő évben jobban üzemeltetni a gépet. A Hódagró ZRT területén Batidán tartotta országos kalászos fajta bemutatóját a Szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. A szakmai előadások mellett a résztvevők mindig nagy érdeklődéssel várják a szántóföldi bemutatókat, hiszen ott a gyakorlatban is meggyőződhetnek az egyes fajták teljesítményéről. Végigjárva itt a fajta sort, föltűnő, hogy a tavaszi vetésű kalászosaitok nagyon szépek. Igen, ez minket is meglepett az elmúlt évekhez viszonyítva. Mi is történt itt? Az történt, hogy a száraz talajba el lett vetve márciusban a mag, utána április végén kapott először, ez szépen megfeküdt, de azóta szépen jöttek az esők, és dinamikusan, robbanékonyan fejlődtek. Minket is meglepett, hogy egyesek magasabbak, mint az őszi kalászosok. Nagyon jó hozamra lehet számítani. Egyébként a portfóliónkban a tavaszi kalászosok, a vetőmagja mindig elfogy, tehát mindig nagy az érdeklődés, és ez véleményem szerint fokozódni is fog a jövőben is. Bonna Lajos 3 évvel ezelőtt Omék nagydíjat kapott Tritikálé nemesítési munkájáért. A növény egyes tulajdonságai ma különösen fontossá váltak. Sejtéseink már akkor is voltak, hogy ez a nagyszerű növény, amely a legmegrázóbb ökológiai viszonyok közt is hely tud állni, hiszen itt is láttuk, hogy az óriási tavaszi a száj ellenére ez még be tudott bokrosodni, egy megfelelő növénymagasságot is el tudott érni, és itt lesz azért egy becslésem szerint egy 6 tonna körüli hozam ezekből, így a gazdaság szintjén. Tehát kevésbé sújtják az aszályok, a hősokkos napok tovább bírja az ordabb viszonyokat, mint a többi gabonaféle. Ez a termesztői oldala. Na most a felhasználási oldala is tovább bővült. Mi hittünk már a kezdetekben is abban, hogy ez humán célra is alkalmas. Mára már ez valóság, mert a malmok szeretettel vásárolják. Az a malom, aki ezt megismerte, ezek a malmok szaporodnak. És természetesen, mint őrlemény komponens, tehát mint egy kitűnő alapanyag, nagyszerű őrlemény keverékeket lehet előállítani jó minőségű búzához keverve. Magas beltartalmi értékeket hordoz. A tritikálé is azok közé a növények közé tartozik, amelyek sütőipari felhasználási lehetőségeit is kutatják Szegeden. A nemesítési munka mellett ugyanis ezzel is bővítették tevékenységeik palettáját a gabonakutatónál. Nem csak kizárólag a termesztési tulajdonságokat vesszük figyelembe, hanem mondhatom azt, hogy egy lépéssel tovább mentünk, és kifejezetten azoknak a fogyasztóknak számára előállítható olyan termékeknek a körét is, hogy így mondjam, fölvettük a palettára, ami már kifejezetten különleges fogyasztóigényeket szolgál. Hogy konkrétan néven nevezzem a dolgot, olyan sütőipari termékeknek a fejlesztésében is gondolkodunk, illetve már történtek ebben konkrétan lépések, amelyek akár speciális igényeket, olyan fogyasztóigényeket is ki tudnak elégíteni, amit hagyományosan a nagy mennyiségben előállított termékek nem. Előfordulhatnak különböző érzékenységek egyes összetevőkkel kapcsolatban, vagy éppen a másik oldalon olyan plusz összetevőket keresnek a fogyasztók, amit hagyományos gabonafélékből készült lisztekkel például nem lehet kielégíteni, viszont az ilyenekre vonatkozó igény egyre nagyobbnak tűnik Magyarországon is, illetve hát külföldön is, és egy néhány olyan növényfajt mi is be tudtunk vonni a termesítési tevékenységbe, amelyek kifejezetten az ilyen igények kielégítését szolgálják, tehát akár érzékenységről van szó, akár valamilyen különleges tulajdonságot keres a fogyasztó. Itt már nem csak az alapanyagként szolgáló kalászos gabonának, vagy éppen másfajta gabonanövénynek a nemesítése, hanem ezeknek a földolgozása és ezekből készült termékeknek az elkészítése is nálunk gyakorlatilag egyfajta próbaüzem tevékenység szintjén már zajlik. Az első kóstolásokat gyakorlatilag a mai rendezvényen a közönség meg is tudta tenni, és az eddigi visszajelzések alapján ebben tényleg nagyon komoly perspektíva van, nagyok az igények, és nagyon pozitív fogadtatásra talált. Bemutató lesz.
Óriási volt az érdeklődés a Karintia Kalászos szakmai napon, hiszen szerte az országból közel 300 gazdálkodó vett részt a rendezvényen, Rába hídvégen a Csodaszarvas tájparkban. Olyan témákat feszegetünk, ami a gazdáknak a mindennapjait érinti. Nem csak fajtákat mutatunk, nem csak a Pannon régióra nemesített bőtermő és prémium fajtákat mutattuk be a mai napon, hanem beszélgettünk húsba vágó kérdésekről, a pénzről. Egy nagyon érdekes előadást hallhattunk arról, hogy mi várható 2021 után, jelentősen fognak-e változni a támogatások. Tényleg nagyon érdekes volt az előadás. Természetesen beszélgettünk arról is, hogy az őszi szezonban már nem igazán fogjuk tudni élvezni a rovarölőszeres csávázás adta előnyöket, hiszen sokan tudjuk már azt, hogy a kalászosokban sajnos az idei évtől, sajnos melyik oldalról nézzük, a környezetvédelmi oldalról nézzük, akkor hála Isten, nem lehet használni a rovelőszeres csávázást kalászosokban. Tehát átbeszéltük azokat a témákat, hogy mire kell jobban odafigyelni a gazdálkodás során, hogyha ezt az előnyt a jövőben nem élvezhetjük. A szakmai napon több neves szakember részvételével kerekasztal beszélgetést rendeztek a klímaváltozásról. A téma ma már megkerülhetetlen, a lehetséges válaszok megtalálása létkérdés. Az idei tavasz ismét szélsőségeket hozott, és ez próbára tette a fajtákat is. Egy nagyon nagy aszállyal indítottuk az évet, az nagyon visszavetette sajnos a bokrosodást. Ennek köszönhetően nagyon sok fajta szálgabonává vált, mert nem bírt egyszerűen annyi oldalhajtást hozni, mint amennyit kellene. Viszont azt mondom, hogy az utolsó utáni pillanatban megjöttek az esők. Amennyit tudott, az állománytípusú gabonáinkon még segített. Ugye állománytípusú gabonáinknak nevezzük azokat, amelyek oldalhajtásokban kompenzálnak, kalásztípusúaknak meg amelyek kalászpatkában, kalászemeletben tudnak kompenzálni. Tehát ezeken még sokat tudott segíteni, és azt gondolom, hogy egy picit, amelyeknek később indul a bokrosodása, a közép-középkései fajtáinknak még éppen időbe érkezett, ott még elindult normálisan a bokrosodás is, úgyhogy szerencsére ahhoz képest, hogy nagyon kevés eső volt, elég jó állományt látunk itt, annál is inkább, hogy utána meg hirtelen lezúdult, vagy 200 mm, tehát azt mondom, hogy az elmúlt másfél hónapban közel 200 mm esőt kaptunk. Nyilván eloszlásban ez nagyon nem jó, viszont annak ellenére egész jól tudtak kompenzálni a fajtáink. A mi genetikáink azok Pannon régióra lettek nemesítve. Az azt jelenti, hogy nagyon száraz időjárási körülmények között kell, hogy tudják azokat a vagy bőtermést és vagy prémium minőséget. Amikor mi egy igényt jelzünk a nemesítőnek, akkor ő erre viszont csak 7-10 éven belül tud reagálni, hiszen ennyi kell ahhoz, hogy egy fajtát nemesítsünk. A mi nagy előnyünk az, hogy ezt az igényt már több tíz évvel ezelőtt felismerték a nemesítőink, és a kezünkbe adják azokat a genetikákat, amelyekkel akár 10 tonna fölötti termést is el tudunk kérni, vagy akár 15% fölötti fehérje tartalmú búzákat is tudunk előállítani, de ami még ennél is fontosabb, hogy nem feltétlenül a fehérje mennyiségére kell törekednünk, hanem annak a minőségére. Ez az, amit igazán a malmok, egyre jobban a belföldi malmok, de az osztrák és az olasz malmok, ahova a magyar prémium minőség kerül, igazán premizálják, akár 10.000 forint feletti felárral is. Őszi búza fajta sort vehettek szemügyre a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös bemutatóján azok, akik részt vettek a szántóföldi napokon Mezőfalván. A cél az volt, hogy a NÉBIH és az Agrárkamara ezzel segítséget nyújtson a gazdálkodóknak, hiszen nem könnyű a választás a bőséges gabona kínálatból. A magyar nemzeti fajta jegyzéken, illetve az Európai Uniós fajta listán nagyon nagy számú búza van. Tehát mondjuk 2500, ami az Európai Uniós fajta listán van, és 155 búza fajta van a nemzeti fajta jegyzéken is, és ezekből a fajtákban nagyon nehéz egy gazdálkodónak választani. Az Agrárkamarával közös bemutatónak a lényege az, hogy azokat a fajtákat bemutassuk, amelyek a gazdálkodóknak a legnagyobb termés eredményen termeszthetők. Mi, mint NÉBIH, természetesen nem ajánlhatunk egyes búzát.
búzafajtákat, mi csak beállítjuk ezeket a búzafajtákat kísérletbe, bemutatjuk és elmondjuk minden fajtáról a tulajdonságait. Az agrárkamara az, aki az ajánlatot meg tudja ezzel kapcsolatosan tenni. Tehát a mi feladatunk az, hogy informáljuk a gazdálkodókat ezekről a fajtákról, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, termésmennyiség, minőség, termeszhetőség, kortani dolgok, ekkor a gazda kiválaszthatja ezek közül. Mi azt mondjuk, ezek a fajták közül érdemes választani, mert ezek biztonságosan gazdaságon termeszthetőek. A NÉBIH és az Agrárkamara számára nagyon fontos volt, hogy a bemutatott búzafajták jelentős része magyar legyen. Az utóbbi években csökkent azért a magyar fajtáknak az aránya a termesztésben, de az elmondható, még egy 50%-ban jelen vannak a magyar fajták. Itt ebben a fajtasorban is 45 fajtát mutatunk be, 45 fajtának a fele, tehát 23 fajta magyar fajta, és ezek a fajták a vetésterületnek elég nagy részét képviselik. Tehát itt vannak a martonvásári, szegedi, karcagi, sőt egy magánnemesítők által nemesített magyar fajták is, amelyek a termesztésnek a valóban a legmagasabb értéket képviselik, hiszen egy olyan kiállításon vagyunk, ahol a magas technológia, modern gépek, itt van a biológiai alapoknak az innovatív része, a fajta, amely nagyon fontos a termesztéshez. Kedves nézőink, az Új Mezőgazdasági magazint a Facebookon is megtalálhatják. Lájkolják műsorunkat, kövessenek bennünket ott is. A Kunesz Pro egy nagy teljesítményre képes, könnyen karbantartható mulcsvetőgép, mely segíti a még sikeresebb és gazdaságosabb növénytermesztés megvalósítását. Ismét lesz Bábolnai Gazdalapok, az agrárium meghatározó eseménye. A négynapos kiállítás idén a 79. OMÉG társrendezvénye. Króna technológia. Hatékonyság a minőségi takarmány készítésben. Nehézség nélkül, önnek is. Tarlóhántástól az akár 40 cm mély alapművelésig egyetlen munkagéppel. Opus és Top Down, nehéz szántóföldi kultivátorok a Védelstab kínálatából. Lidl Agda gépgyártó Kft. Szállítástechnikai és hídtrágya kiutató gépek magyarországi gyártója. További információ www.lidl.com. Készítsen egészséges, vitaminokban gazdag befőtteket, ivóleveket, lekvárokat a nagymúltú, prémium minőségű Weninger befőző automatákkal, teljes mértékben tartósítószer és adalékanyagmentesen, akár cukor nélkül is. Mi annyira bízunk termékeinkben, hogy a családnevünket adjuk hozzá. Szárazságban is eredményesen. Ezzel a címmel rendez 10 helyszínen az országban tájékoztató előadásokat a NAIK, a NAK és a MAGOZ. A téma a termőföldek vízhiányának megelőzése, illetve annak kezelése. A szakemberek a rendezvényeken tanácsokat, megoldási javaslatokat adnak arra, hogyan lehet aszályos időszakban is eredményesen gazdálkodni. A gazdákban szeretnénk tudatosítani azt, hogy az aszályra nem akkor kell felkészülni, amikor megvan a probléma, hanem amikor a elegendő nedvesség a talajban rendelkezésre áll, és az a dolgunk, az a célunk, hogy abból lehetőség szerint minél többet próbáljunk helyben tartani, a párolgást, a veszteséget, ha nem is megszüntetni, mert azt nyilván nem lehet, de mérsékelni és minimálisra csökkenteni. Milyen javaslataid vannak azzal kapcsolatban, hogy megőrizzük a talajban lévő vizet? Itt beszéltél arról, hogy a talajfelszín lezárása az minden esetben nagyon-nagyon fontos, és nem biztos, hogy mindig ugyanolyan mélységben szükséges, illetve kell a talajokat művelni. Igen, 16 pontban foglaltuk össze a lehetőségeket és egyúttal a hibákat is, amit a mindennapi gyakorlatban ma elkövetnek. Ezek közül, hogyha ki kell emelni néhányat, és a gyakorlati szempontból talán a leglényegesebb az egyik a nyári szántás, mindig nagy arányú alkalmazása, kerülni kell. A tarlóhántás szakszerű időben elvégzett alkalmazása, nyári betakarítású növények tarlóján.
ha ki kell emelni még valamit, akkor az az őszi mélyszántásnak a lezárása és időben történő elvégzése. Ma már a felszínlezárás ott is alapvető fontosságú, és a mulcs hagyása, a növényi maradványok részbeni felszínen hagyása a nedvesség veszteség mérséklése céljából, és összességében, hogyha ezek a technológiai elemek rendben vannak, akkor a precíziós technikákra, a precíziós gazdálkodásra való áttérés, mert ezzel lehet a leghatékonyabb talajvédelmet és klímakárcsökkentést elérni Magyarországon is. Tehát mindenféleképpen azt hangsúlyozni kell, hogy a talajokat minden esetben le kell zárni. Ma már alapelv. A megváltozó klímafeltételek, az időjárási szélsőségek megnövekedésével minden talajművelési eljárás után a talaj felszínt le kell zárni. Ezt most már alapelvnek tekinthetjük el, és olyan ökölszabálynak, amit a gyakorlatban alkalmazni kell. Most megjelenik a belvíz egy nagyobb esőzés után. Itt ezzel kapcsolatban is elmondtad, hogy ez is elsősorban agrotechnikai problémát jelez. Így van, hiszen ha egy jó minőségű, jó szerkezetű, jó fizikai állapotú talajnak a vízbefogadó képességét nézem, akkor az képes akár arra is, hogy az éves csapadék felét befogadja. Hogyha abban nincsen olyan talajréteg, amely akadályozza a víz bejutását, mélyebb rétegbe jutását, akár egy tömörzáró rétegre, ha gondolunk, egyeket alapra, egy tárcsatalapra gondolunk. A gyakorlatban sajnos azt tapasztaljuk, hogy a belvíz a leggyakrabban ott alakul ki néhány 10 mm csapadék után, és ahol van egy olyan tömör záró réteg, ami akadályozza a mélyebb rétegbe jutását a nedvességnek, és egyúttal az aszályosabb időszakra való felkészítését a talajnak. Tehát az első az az, és így függ össze az aszály és a belvíz, hogy a talaj kedvező fizikai állapotban legyen, és ehhez az első lépés az okszerű talajhasználat, az okszerű talajművelés. Hogyha ez rendben van, utána tudunk olyan praktikákat, olyan eljárásokat alkalmazni, amely révén a vízvesztést minimálisra tudjuk csökkenteni, és ezzel azt az elpároló nedvességet, ami évente akár a teljes csapadék mennyiségének a fele is lehet a talajokból, annak legalább az 50%-át, tehát akár 100-120 mm-t is helyben tudjunk tartani, és a kritikus időszakokban a növény számára elérhetővé tenni. Új telephelyet avattatok itt Baján. Nagy ünnep ez nektek itt a délvidéken. Hosszú évek óta tervezzük azt, hogy megjelenjünk itt Magyarország egyik mezőgazdasági főutcáján, ahol a legtöbb konkurenciánk gyakorlatilag 500 méteren belül megtalálható, és hát ezzel a mai nappal elmondhatom, hogy megvalósult ez a fajta nagy álmunk. Hogyha a piaci részesedéseteket nézzük itt a délvidéken, itt felső Bácskában, akkor mit tudsz elmondani erről? Abszolút pozitív számokról tudok beszámolni. Tehát mi elsősorban piaci jelenlétünket az eladott traktor, illetve betakarítógép darabszám alapján mérjük. Ebbe a bácskai területen az eladott traktor darabszám alapján a 2018-as évben az első helyet zártuk, mi betakarítógép tekintetében pedig a második helyet. Hát remélem, hogy ezzel a fajta új telephelyi háttérrel, logisztikai háttérrel, szolgáltatás minőségugrással ezt a fajta szintet fent tudjuk tartani a következő időben is, illetve kicsit még tudunk rajta javítani is. Oly módon, hogy akár az eddig nyújtott szolgáltatásainkat tudjuk bővíteni, szélesíteni, illetve az egyre szélesedő gépkínálatunkkal is nagyobb súllyal tudunk jelen lenni az országnak ennek a területén is. Mit tud ez a telephely? Milyen szolgáltatásokat tudtok itt magasabb szinten adni? Ugye ezt az agrárosokkal közösen hoztuk létre, az Iker Agrárral, hiszen nekik is ebbe a régióba hiányzott az a fajta logisztikai háttér, ami fontos számukra a növényvédőszer eladások során. Ezért a mi általunk elsődleges szempontok mellett az ő igényeiket is figyelembe kellett venni. Tehát itt ki tudtunk magunknak alakítani egy alkatrészraktárt, egy elég modern szervizműhelyt, és hát az agrárosoknak pedig egy növényvédőszer raktárt, ami mindhárom egység esetében megfelel mindenfajta új környezetvédelmi és munkavédelmi előírásoknak, és hát természetesen ehhez társul minden olyan egyéb szociális és irodai kiegészítő, ami elengedhetetlen része az ilyenfajta munkavégzésnek. Egy-két hét, és itt van az idei aratás. Milyen kihívást jelent ez nektek ilyenkor?
teljesen más fajtát, mint mondjuk gondoltuk két hónappal ezelőtt, amikor még mindenki arról beszélt, hogy mekkora nagy szárazság van, mennyi csapadék maradt el. Hát a természet ezt bepótolta, ezt a fajta elmaradását. Most mindenki arról beszél, hogy mennyi víz van, és már azon morfondírozik, hogy lesz elegendő idén a termények megfelelő minőségbe való betakarítására, hogyan összpontosítson a különböző rendelkezésre álló kapacitásokkal, de hát a mezőgazdaságban, az agrikultúrában mindig ezt teszi izgalmassá a helyzetet. Tegnap már beszéltem olyan gazdával, aki már azon morfondírozott, hogy hoppá, akkor mégiscsak a gumihelyvederes kombánya talán nyáron is jó fog jönni, nem csak az őszi csapadékosabb kukorica betakarítás során nyújt ez neki megfelelő előnyt. Hát majd meglátjuk. Én azt mondom, hogy előre fölösleges morfondírozni, majd amikor ott állunk a feladat előtt, akkor kell eldönteni, hogy mit hogyan győzünk le. Magyar óriás nyulakat is szemügyre vehettek a 26. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok látogatói Hódmezővásárhelyen. Ezek a kivételes méretű tapsifülesek akár a 7,5 kilós súlyt is elérhetik. A tenyésztőket összefogó egyesület sokat tesz azért, hogy az egyetlen őshonos nyúlfajtánk fennmaradjon. A Magyar Óriású Tenyésztők Országos Egyesületének jelenleg 47 tenyésztő tagja van. Tartanak sokan magyar óriás nyulat az országban, de nem egyesületi tagok. Hát őket is szívesen látjuk és várjuk az egyesület tagjainak sorába. Az egyesület célja az egyetlen őshonos nyúlfajtánk, a magyar óriás nyúlfajtának a megőrzése, a genetika továbbvitele és természetesen a népszerűsítése. Viszonylag nehéz is a helyzetünk, mert kevés tenyésztőnk van, de jó is a helyzet, mert egyre többen érdeklődnek az egészséges élelmiszerek iránt, ez a nyúl pedig háztáji gazdaságban kiválóan tartható, ellenálló, jó szaporodó képességű és jó növekedő erőjű. Valamint nagyon finom. A Hódmezővásárhelyi kiállításon nagy sikert arattak a magyar óriás nyulak. Sokan csodálták meg a tekintélyes méretű tapsifüleseket. Görbic Gábor jelenleg 15 tenyészállatot tart. Nyulakkal már kamaszkorom óta, 1998 óta foglalkozom, fajta tiszta magyar óriás nyulakkal pedig 2016 óta. Nagyszüleim állatokkal foglalkoztak, így már kiskoromban kapcsolatba kerültem a háztáji állattartással, mind a mai napig szívügyemnek érzem, és egy nagyon jó kikapcsolódásnak, hasznos tevékenységnek tartom az állattartást, szívemhez nőtt, nem is tudom elképzelni az életemet enélkül. Meggyőződésem szerint a magyar emberekként tartsunk magyar állatokat, ezért megkeressük a Magyar Óriás Nyúltenyésztők Országos Egyesületét, hogy foglalkoztassunk, tenyészthessük az egyetlen őshonos magyar nyúlfajtánkat, majd az országgyűlés nemzeti kincsé is nyilvánított. Kritikusan veszélyeztetett fajta, úgyhogy igyekszünk ebből kikerülni, inkább és szeretnék tevékenységünkkel ehhez is hozzájárulni. A Baglyashegyi Tenyészet egy kreatív játszóházat is működtet. Szeretnék ugyanis közelebb hozni a gyerekekhez ezt az őshonos állatfajtát. Programjaikkal járják az egész országot. A magyar óriás nyulakat is meg lehet simogatni, sőt, ki szoktuk őket venni, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek a gyerekekhez és a felnőttekhez egyaránt, ne csak ketrecen belül találkozzanak a nyuszikkal, hanem egy kis nyúl simogató keretein belül oda lehet ülni, kézbe venni őket és megsimogatni. A tapasztalat az, hogy egyre többen jönnek, hozzák a kis óvodás, iskolás barátaikat is, testvéreiket is, leülnek, játszanak, színezgetnek, készítenek apró kis emléktárgyakat, amit haza is vihetnek magukkal. Különböző rendezvényekre megyünk, ahova meghívást kapunk, és hát sok szeretettel megyünk mindenhová, hova hívnak bennünket. Görbic Gábor tenyészetében eddig a legnagyobb óriás nyúl 7,50 dekát nyomott. A tenyésztő és az egyesület többi tagja számára is fontos feladat, hogy népszerűsítsék hazánkban a nyúlhús fogyasztását. Nyúlhús sajnos még mindig nem annyira népszerű, mint kellene. Ugye az Agrárminisztérium indított kampányt is, ezzel mi a magyar óriás nyúl kapcsán egy-két rendezvényen történő főzéssel, fesztiválokon való részvétellel, nyulas ételek készítésével igyekeztünk hozzájárulni. Akik kóstolták, azt mondták, hogy íz lett nekik. Ebben az évben az OMÉK társ rendezvénye lett a Hódmezővásárhelyi Alföldi Állattenyésztési Napok. Mi volt a célotok ezzel?
A célunk elsősorban az volt, hogy a budapesti omékot tudjuk az élelmiszeriparra fókuszálni, és ott a szakmaiság, a nemzetköziség és egy koncentrált kiállítást tudjunk megvalósítani. A többi ehhez kapcsolódó eseményt, mint például a fajtálat bemutatót, illetve a gép bemutatót, az pedig az őt megillető helyekre, vidéki helyszínekre, már egyébként is megrendezett kiállításokra hozzuk el, hiszen azt gondoljuk, hogy ezeknek igazából a vidéken van a helye, mint az ebben dolgozók, mint az iránti érdeklődők inkább vidéken találják meg szerintünk legjobban a számításaikat ezekkel a kiállításokkal kapcsolatban. Hogy haladtok az omék szervezésével? Az omék szervezésével jól állunk. Azt tudom mondani, hogy nagyjából a helyek 50-60%-a már elkelt, ami egy igen jó számnak mondható, és a kommunikációnk jelentős része még csak most fog majd elkezdeni, tehát nyáron arra számítunk, hogy a 100%-ot el fogjuk érni. Kik fognak kiállítani, kiket fogunk látni majd ott a standokon? Egyaránt várunk nagy cégeket és kisebb kiállítókat, kézműves kiállítókat, őket térben is el fogjuk tudni választani külön. Az A pavilonban, tehát a fő pavilonban lesznek a nagy szakmai kiállítók, ide várjuk az élelmiszeripar húzó cégeit, vezető vállalatait, hiszen azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy az omék egy regionális szinten is jelentős kiállítást legyen, szükségünk van arra, hogy ők is megjelenjenek. És a G pavilonban pedig, ahogyan eddig is, a Kárpát-medence kincseit jelenítjük meg, illetve a kis termelőknek lesz lehetőségük arra, hogy portékáikat bemutassák és árusítsák is. Kiknek fog szólni az idei kiállítás? Az idei kiállítás egyrészt a szakmának, másrészt a nagy közönségnek is szól. Ebben olyan túl nagy változást nem eszközöltünk. A szakmaiság fókuszba került. Csütörtökön az első napon lesz egy szakmai napunk, ahol nagy nemzetközi jelenléttel és szakmai jelenléttel, valamint az ágazatban jelenlévő hallgatók és tanulók jelenlétével számolunk. És a nagy közönség számára is számos érdekes programot fogunk szervezni. Ezek közül kiemelkednek azok a konferenciák, amelyek az élelmiszeripart és az agráriumot a mai állapotuknak megfelelően közelebb hozzák, testközelbe hozzák a fogyasztókhoz, illetve az érdeklődőkhöz. Kedves nézőink, mai új mezőgazdasági magazinunkba ennyi fért. Ha valakinek észrevétele vagy véleménye van a műsorral kapcsolatban, az írjon a képernyőn látható e-mail címre. Az új mezőgazdasági magazint az interneten is megtekinthetik a www.újmezőgazdaságimagazin.hu oldalon, vagy a www.umm.hu oldalon. De keressenek bennünket a YouTube-on is, az új mezőgazdasági magazin csatornáján, és ne felejtjék, a Facebookon is ott vagyunk. Az új mezőgazdasági magazint az ATV Spirit csatornáján szombaton és vasárnap reggel 6 órától már láthatják. Szombaton és vasárnap reggel az ATV régi csatornáján 6 óra 35 perckor jelentkezünk. Ha tehetik, akkor is tartsanak velem. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!